Egy különleges terápiás állatsimogató készült el nemrég a Nyíregyházi Arany János iskola Sóstóhegyi tagintézményében. További újdonságokkal is készülnek, amelyek mind hozzájárulhatnak a tanulók tudatosságához és természethez való viszonyához. Jó estét kívánok, ezzel is foglalkozunk a mai 35 percben, mutatjuk a teljes tartalomjegyzéket. Megelőzés és védelem, ma van a bűncselekmények áldozatainak világnapja. Nemzetközi siker, uniós oltalom alá került az újfehértói medgy. Vissza a természetbe, élmény alapú oktatás a Sóstóhegyi iskolában. 1990. február 22-én tette közzé az Európai Tanács a bűncselekmények áldozatainak kartáját, és ez a nap azóta a kontinens számos országában az áldozatok napja. Magyarországon a Fehérgyűrű Közhasznú Egyesület kezdeményezésére 1993 óta tartják. A bűncselekmény áldozata nem csak annak közvetlen sértettje, hanem az is, aki bizonyíthatóan a bűncselekmény közvetlen következtében szenvedett sérelmet. Köszöntöm a stúdióban dr. Kovács Attilát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetőjét. Jó estét kívánok! Mi a jelentősége itt a megyében annak, hogy az áldozatoknak külön napja? Hát csak mondom, egész Magyarországon nagyon fontos erre fókuszálni. 2020. évtől kezdődően már igazából nagyon előtérbe került az áldozatok védelme, és az idei év az a rendőrségen belül abszolút ezt a szerepet tölteni be, és ez nem csak az országban, Magyarországon is. Nyilván ilyenkor arról van szó, hogy próbáljuk mindinkább felhívni a figyelmet arra, hogy milyen lehetőségei vannak az áldozatoknak, kihez fordulhatnak egyáltalán, van segítség, nincsenek magukra hagyva, és ennek érdekében a rendőrség mindent megtesz ezzel kapcsolatban, hogy segítséget nyújtson. Nyilvánvalóan itt ez egy több szereplős történet, nem csak a rendőrség közreműködik ebben, hanem a különböző áldozatsegítő szolgálatok is. Tényleg vannak novumok az idei évtől kezdődően, amik kézzel foghatóak, és még inkább közelebb viszik a segítséget. Itt ezzel azt értem, hogy megváltozott az eljárási rend. Eddig mindig az volt, hogy a rendőrség az eljárásaik során a sértetteknek elmondták, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy valamilyen segítséget kapjanak. Akik aztán ezzel vagy éltek, vagy nem. Most, hogyha a szívünket tesszük a kezünket, az, az igazság, hogy annyira nem éltek az átlag sértettek, áldozatok ezzel a segítséggel, és az idejében egyfajta szemléletváltás következett be, az igazságminisztériummal egyébként összefogva. Most azt próbáljuk elérni, hogy a segítséget visszük az áldozathoz, ami azt jelenti ebben az értelemben, hogy az rendőrségi eljárás során, amikor a sértett kihallgatása történik, és itt külön kiemelni, hogy személy elleni szándékos bűncselekményről beszélünk leginkább, akkor a sértettet figyelmeztetik arra, illetve tájékoztatják arra a kollégák, hogy van lehetőség arra, hogy őt megkeresse az áldozat segítő szolgálat. Amennyiben ezzel a lehetőséggel él, akkor két napon belül az áldozat segítő szolgálat megkeresi a sértettet, és felajánlja a segítségét. Egyáltalán az áldozat akkor, amikor megtörténik vele a bűncselekmény, és zajlik a kihallgatás, tisztában van azzal, hogy tulajdonképpen miért is kell őt védeni, és mitől? Tehát mi az, ami a továbbiakban fenyegetettség a számára? Az a helyzet, hogy nagy többségében nem igazán. Tehát, hogy nyilván átlag emberekről beszélünk, akik sem a jogi kategóriában nincsenek eligazodva, sem pedig az, hogy milyen lehetőség van az ő részükre. Sokan egyébként csak abban gondolkodnak esetleg, hogy pénzügyi segítségről beszélünk, de nem így van, hanem sok más egyéb szolgáltatás van, amelyet az áldozatsegítő szolgálat a rendelkezésre tud bocsátani a sértetteknek, akik egyébként remélhetőleg most már élni is fognak ezzel a lehetőséggel. Mondhatunk példát, hogy tulajdonképpen itt milyen típusú segítségről van szó? Nyilvánvalóan sok esetben jogi segítségről lehet szó, illetve különböző olyan ügyes bajos dolgokban, eljárásokban az eligazodás, amelyekhez egyébként nem értenének. Na most azt tudni kell egyébként, hogy az idei évtől az áldozat segítő szolgálat az megyei szintre költözött, tehát a korábban járási hivataloknál működött, most megint a megyei kormányhivatalnál működik, ami persze megnehezíthetné a dolgát a sértetteknek, de azzal, hogy megkeresik őket a szolgálatnak a munkatársai, azzal pont az ellenkező hatást tudjuk szerencsére elérni. Tehát sokrétű a dolog, igazából elég nagy homály van, azt kell mondjam, a fejekben ezzel kapcsolatban, de kis lépésekben lehet előre haladni, azt gondolom, és ezeket mindenképpen meg kell tenni annak érdekében, hogy tényleg mindenki megkapja ezt a segítséget, amely őt megilleti.
Tartalmazza ez a segítségnyújtás mondjuk azt is, hogy egy esetleges további bűncselekménytől meg tudják óvni? Természetesen, és én szeretném kiemelni azt, hogy a rendőrségi eljárásokban a különleges bánásmódot igénylő sértett fogalmát bevezette a büntetőeljárási törvény, ami azt jelenti, hogy már az eljárás kezdeti szakaszában lehetőség van arra, hogy olyan védelmet kapjon a különleges bánásmódot élvező sértett, ami egyébként az átlag sértetnek nem járna, mondjuk úgy. És persze itt két lehetőség van. Az egyik az, hogy automatikusan megkapja ezt a fajta jogosultságot, a másik egyéni elbírálás keretében. Aki gyermekkorú sértett, az automatikusan megkapja ezt a fajta támogatást, illetve a szexuális jellegű bűncselekmények a sértettjei ugyanilyen eljárásban, elbánásban részesülnek. Ami azt jelenti gyakorlatilag, hogy bizonyos eljárási cselekményeknél nem kell jelen lennie, bizonyos könnyítések vannak az ő esetében, pontosan azért, hogy az áldozatnak a kímélete még inkább érvényesüljön ezekben a hivatalos eljárásokban, amelyek azért valljuk meg őszintén, hogy nem pont kimélő módon tudnak lezajlani, hiszen a tényfeltárás az nem arról szól, hogy bizonyos dolgokat el lehet hallgatni. És különösen a gyerekek ebben nagyon veszélyeztetettek. És itt még amit kiemelnék ezzel kapcsolatban, hogy a megyei rendőr főkapitányságon kialakításra került egy különleges meghallgató szoba, ami hát elég komoly paramétereknek kell megfelelni, különböző rendeletekben van előírva, az, hogy hogyan nézzen ki, milyen a megvilágítása, milyen a levegő nézetméter arány, stb. Nyilván kamerafelvételt lehet készíteni, és olyan jellegűnek kell lenni magának a helyiségnek a színvilágának, ami baráti jelleget tükröz. Ez nyilván elsősorban gyermekkorú sértetnek a meghallgatása esetében, vagy tanútnak a meghallgatása esetében kerül alkalmazásra, de lehetőség van egyébként más különleges eljárás alatt álló tanúk sértetek meghallgatására is. Mik az eddigi tapasztalataik itt a megyében? Mi az, amit egy sikeres eljárásnak tudnak elkönyvelni? Azt gondolom, hogy ugye egy speciális helyzetben van a megyénk, hiszen nagyon sok olyan jellegű bűncselekmény van, vagy inkább azt mondom, vannak olyan jellegű bűncselekmények, amelyek jellemző módon nálunk realizálódnak. Gondolok itt akár arra, hogy emberkereskedelemmel kapcsolatos prostitúciós tevékenységhez fűződő bűncselekmény áldozata, az 3-4 megyéből keveredik ki leginkább, és ebben sajnos a mi megyénk is benne van. Na most az a helyzet, hogy akik ennek ezen típusú bűncselekménynek a sértettjei, az, hogy most végső soron ő él azzal a lehetőséggel, hogy mondjuk meredékházban helyezik el, vagy kiemelik abból a közegből, ahol egyébként fenyegetettségnek van kitéve, és aztán ő mégis azt választja, hogy visszakerül abba a közegbe, az már az ő döntése. A mi dolgunk az, hogy azt a támogatást, amit őt megillett, és amivel mondjuk új lehetőség van újra kezdeni az életét, azt megadjuk. És azt, ha ezt levetítjük bármilyen más áldozat esetében is, a lényeg az az, hogy a lehetőséget tudjon élni mindenki, aztán mindenkinek a szabad választása az, hogy most ezt akarja vagy sem. Említett már itt bizonyos speciális területeket, például az iskolai erőszak milyen mértékben van jelen itt a megyében, illetve azt látjuk, hogy itt már nem csak a gyerekek elleni fenyegetettségről lehet beszélni. Hát most a jelenlegi pandémiás helyzetben nyilván ez visszaszorult, de egyébként való az, hogy az elmúlt években azt lehet tapasztalni, hogy van egy emelkedő tendencia. És az is igaz, hogy ezek a erőszakos cselekmények nem kizárólag a diákok között történnek meg, hanem előfordul, hogy a tanár bántalmazzák. Vagy akár a szülők részéről is van ilyen. Ugye erre egy jó példa egyébként az iskolaőrség megalakítása, ami azt kell, hogy mondjam, itt a megyénkben is egy abszolút sikertörténet, hiszen több mint 29 intézménybe került bevezetésre ez a fajta szolgáltató tevékenység a rendőrségnek, ha lehet ezt így fogalmazni, és gyakorlatilag ezt lehet látni, hogy ezekben az intézményekben visszaszorult az erőszakos jellegű cselekményeknek a száma, de ettől függetlenül jelen van. Nyilván ezt megakadályozni, felszámolni nagyon nehéz, de sokat kell tenni ennek érdekében, nyilván összefogással. Egyébként partnerek benne az iskolák abban az esetben, amikor nem egy ilyen helyzet van, mint ami most, hanem lehetőség van, hogy a kollégák kijárjanak előadást tartani, nem csak a tanároknak, a pedagógusoknak is, és a szülőknek és szülőértekezletre bekérezkedve elmondani, hogy mik a lehetőségek, hogy egyébként felhívni erre a tendenciára a figyelmet, hogy hogyan lehet ezt megelőzni, vagy egyébként, ha van egy ilyen konfliktus helyzet, hogyan lehet kezelni. Tehát egy sokrétű, sok szereplős történet, de sajnos jelen van az iskolákban, ezt el kell ismerni. Egy másik réteg, akik komolyabb veszélyeknek vannak kitéve, az időskorúak. Velük itt mi a helyzet a megyében? Ugye azt kell tudni az idősekről, hogy ők nem csak az életkorukból kifolyólag veszélyeztetettek, hanem azért, mert ők egy teljesen másfajta szocializáción estek át. Ők még, hogyha valaki véletlenül jó szándékkal fordul hozzájuk, akkor ezt sokkal jobban elfogadják, mint a fiatalabb generációk. Ebből kifolyólag hiszékenyebbek, könnyen meg lehet őket téveszteni. Nyilván az idős embereknek a család, az unoka a mindene. Ha valaki erre való hivatkozással próbál pénzt kicsikarni tőlük, akkor sokkal inkább hiszékenyebb
egyébek is könnyebben elfogadják azt, ezt az érvelést, ami ez irányba hat. Sajnos unokázus csalások azok rendszeresen előfordulnak. Volt egy időszak 2 évvel ezelőtt, amikor elég sok volt itt Nyíregyháza környezetében, vonzás közöttében. Az elmúlt időszakban úgy tűnt, hogy ez kezd megszűnni, most az egy néhány hete megint előfordult néhány. Úgyhogy ezt nem győzzük elégszer hangsúlyozni minden fórumon, és tényleg sokszor beszélgetünk erre a kollégákkal is, hogy ez már nem igaz, hogy ez nem lehet ezt, hogy miért esnek ilyen csapdába bele emberek, de sajnos mindig beleesnek, sajnos nekünk ettől függetlenül meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy ez minél kevesebb lehetőség legyen, vagy mind is kell ismertebb legyen, hogy milyen témakörök jöhetnek szóba, de igazából azt kell látni, hogy aki az idős embereket akarja megtéveszteni, a lehetőségek tárháza gyakorlatilag az ő oldalukon áll, tehát mindig vannak újabb és újabb történetek, úgyhogy mi igazából csak egy irányvonalat tudunk adni, hogy milyen módon lehet esetleg leellenőrizni azt, hogy van-e valamilyen turpisság a háttérben. Egy szónak is száz a vége, akár idős, akár fiatal, az áldozatvédelem lehetőségeivel mindenki élhet itt a megyében is. Dr. Kovács Attila, köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Világsiker lehet az újfehértói megy. Az Európai Bizottság a napokban alkotott rendeletet arról, hogy az újfehértói megy megjelölés a jövőben oltalom alatt álló földrajzi jelzésnek minősül, amelyet valamennyi tagállamban kötelező alkalmazni. Az uniós oltalom kizárólag 5 olyan fajtára vonatkozik, amelyeket az újfehértói kísérleti állomáson szelektáltak. Az itt termesztett megyből a Zsindelyes Pálinkaház által készített pálinka már korábban elnyerte az uniós eredetvédelmet. Köszöntöm a stúdióban Pap Józsefet, a Zsindelyes Pálinka ZRT kuratóriumának elnökét, mondhatjuk úgy is, hogy az érpataki Zsindelyes Pálinka főzde vezetőjét. Igen, jó estét kívánok! Először is gratulálok ehhez a nagyszerű minősítéshez. Mi az, amit jelent ez az uniós oltalom egyrészt elismerésben, másrészt pedig a gyakorlatban majd ez mit fog hozni? Igazából ez egy lehetőség. Ez nem versenyen indultunk, nem helyezéseket osztanak, hanem valamilyen címre pályázni lehetett. Én 2002. februárjában voltam egy Kecskeméten egy konferencián, ahol földrajz eredetvédett termékekről volt szó. A szatmári szilvapálinka, a szabocsi almapálinka, a kecskeméti barackpálinkáról volt többek között szó. És útközben hazafele azon gondolkodtam, hogy mivel újfehértóhoz szorosan kapcsolódom, vagy tartozom, azon gondolkodtam, elég sok idő volt, mert 4,5 óraszás utazásról volt szó, hogy újfehértónak, kutatóállomásnak van egy terméke, az újfehértói fürtös megy, és ezzel kellene valamit kezdenünk. Hogy a pálinka akkor kezdte a 2000-es évek követően kezdte reneszánszát élni, szerencsére mi ebben részt vettünk a megújításában, ennek a terméknek a megújításában, és hát ennek kapcsán megkerestem a konferencia kicsit utóhatásaként a dr. Pető Ferencet és a dr. Szabó Tibor urakat, akik ezt kinemestették, ezt a bizonyos újfehértői fürtösmeggyet, hogy én mondtam is az ötletemet, hogy ebből szeretnénk egy pálinkát előállítani, egy úgynevezett ágyas pálinkát előállítani, ami tudomásom szerint a magyar piacon előterem volt, legalábbis az én ismereteim szerint. Hát egy kicsit megdöbbenve hallgatta Feri bácsi, a tanár úr, Pető Ferenc a dolgaimat, aztán hát végül is kiegyeztünk abban, hogy ez a gyümölcs ez igazából ipari termelésre lett kinemesítve, és alkalmas természetesen arra, hogy mi pálinkát és jó minőségű pálinkát állítsunk belőle elő. És komoly múltja van a megytermelésnek vagy a megytermesztésnek újfehértőben? Igen, hát ez tavaly nagyon szép kerek évfordulók alakultak. 70 éve, hogy a kutatóintézetet létrehozták Újfehértón. Kutatóállomásként ragadt meg mindenkinek a fejébe. 50 éve nemestették a újfehértói fürtösmeggyet. Ez már csak a haba torta, hogy a nemesítője, meg az egyik igazgatója, dr. Pető Ferenc 90 éves volt tavaly. Tehát ilyen szép kerekévfordulók voltak, tehát komoly hagyománya van, és az előbb ön által is említett 5 fajtából az első a fürtös megy volt, ehhez kapcsolódik még a debreceli bőtermő, a Kántor János, az Éva és a Petri fajta. Ez ugyanaz a, nagyjából ugyanaz a tulajdonságú beltartalmi értékeket képviselő családról van szó. Hát, hogy Újfehértónak mennyire, az újfehértói megynek mennyire hagyománya van, ez a Nyíregyházán külön a piacon annak idején, az 1800-as években a megyének a fő kertész egy külön helyet jelölt ki az újfehértói megy, a gazdáknak a megytermésének az értékesítésével kapcsolatban. Ilyen írás vagy visszaemlékezések vannak, hogy a 56 utáni eseményekben Újfehértóról a kofák kosarakba, ilyen nagy füles kosarakba, a vasútállomáson a mozdony fülkébe felrakták a megyet, és a Lehel piacra vitték el értékesíteni.
erre írásos bizonyítékok, illetve szóbeli visszaemlékezések vannak. Tehát visszatérve a mostani az újkori pálink vagy a megytermesztéssel kapcsolatban, igazából az ötlet innen kezdődött el, és egy fordított szituáció állt elő, mert először ebből a bizonyos újfélhetői fürtös megyből készült termék kapta meg a magyar védettséget 2007. október 6-án, és 2014. október 7-én pedig az Európai Unió, akkor még 28 tagállamra vonatkozó védettséget kapta meg. Hát ez a bizonyos esemény, ez a múlt héten csütörtökön jelent meg az Európai Uniónak a közlönyében, ami a gyümölcsre vonatkozik, egy földrajzárójelző oltalomba részesült. Ez egy lehetőség, ez nem egy cím, ahogy mondtam, és nem aranyérem, nem bronzérem. Mit jelent ez a termelőknek ez a lehetőség, és mit jelent a pálinka készítőknek? Tehát egy olyan lehetőség, egy gazdasági lehetőségről van szó. Bekerült egy olyan csoportba, egyrészt a pálinka, ha már most megpróbáljuk elhelyezni a terméket, hát a sampányhoz, a tokaihoz került be például a pálinka ebbe az illusztis csapatba, a Spanyolországban lévő Jereznek tartományhoz köthető sherryhez. A gyümölcs az pedig a szerránósonka, a makói hagyma, a kecske, szegedi paprika, tehát ilyen illusztis társaságba kerül. Most többet nem tudok hirtelen felsorolni, de azt hiszem 1740 termék van, ami a földrajzi védettségben részesül, Franciaországban híres fekete lábú csirke, nem tudom, mi még lehetne sorolni. Én azt gondolom, ez egy komoly lehetőség a termelők számára, mert a pálinka a piac szempontjából egy viszonylag pici szegmensét jelenti. Azt tudom, hogy 2017 márciusában, amikor a magyar védettséget megkapta a dr. Nagy István, még akkor államtitkár miniszterhelyettesként átadta ezt a címet, akkor az OSON, bocsánat, nem tudom, hogy nem a reklámhelye, de kénytelen vagyok mondani, oda jött az akkori igazgatója, és érdeklődött, hogy hogyan tudnák ők ezt megvásárolni, ezt a megyfajtát, egy kis bici egységcsomagokba csomagolva, és újfélhetői megyként értékesíteni. Tehát min múlik az, hogy ezt a lehetőséget, amit most nyújt ez az új minősítés, valóban a maguk javára tudják fordítani? Hát egyrészt, ahogy említettem, van a gyümölcsnek egy védjegye, az abból készült pálinkának a védjegye, de a mi vállalkozásunkból kiindulok, nekünk kidolgozásra került egy olyan termékcsalád, ami az újfélhetői medgyet fogja felhasználni, azon a földrajzi területen megtermelt medgyet, 2 millió kilogramm a terv, hogy éves szinten annyit dolgozzunk föl, és közel azt hiszem 19 terméknek a feldolgozásáról szól, és nem csak nem kizárólag a pálinka, hanem a friss gyümölcs, pálinka és különböző féle termékeknek az előállítását takarja ez. Ugye kettős kapaszkodási lehetőség van, egyrészt van a gyümölcsre vonatkozó védjegy, a pálinkánál meg ugye adja magát ez a bizonyos földrajzi védettség. Én azt gondolom, hogy ebbe egybe komoly potenciál lehet, ez egy turisztikai attrakció is lehet valamilyen szempontból. A Zsindelyes Katizsnak a területét azt már úgy kezdtük összepakolgatni, mint turisztikai attrakciót is, és a megy a középpontjában van ennek az egésznek. Ha már csak abból indulok ki, hogy a leendő kalandparknak a témája a fürtös megyre van fölfűzve, azt gondolom ettől nagyobb kapaszkodó nem lehet, de visszatérve komolyra fordítva dolgot, ha a 2 millió kilogramm gyümölcsöt, ezen a bizonyos földrajzi területen megtermelt gyömölcsöt föl tudunk használni, és egy önálló arculatként az úgynevezett fürtös régióból piacra el tudjuk helyezni, abban komoly lehetőség lehet. Megvannak a piacaik, vagy pont ezt a védjegyet szeretnék használni a piac bővítésre? A pálinkánál megvan, de ahogy mondtam, itt a szörptől kezdve a befőttökig, a lekvárokig, a különböző egymagolajtól kezdve az eceteken keresztül elég sok terméknek a lehetséges palac, vagy legyártását eredményezi ez, és a fürtös név alatt szeretnénk ezt piacra helyezni. Én azt gondolom, hogy ennek megvan az esélye. Én nagyon bízom benne, egy egész komoly üzemnek az előkészítése túl van már a tervezésen, és reményeim szerint ennek elő tudjuk teremteni az anyagi fedezetét, és akkor elindítjuk ezt a... És nem csak szóban a siker felé, hanem tényleg valóságban piaci lehetőség is lesz belőle. Hány ember érintett ebben Újfehértón és környékén? Hát én a kutatóállomáson kívül azt hiszem 14 termelőtől vásároljuk meg a gyümölcsöt, ez olyan 2000-2500 mázsa éves szinten, de ahogy mondtam, ez a 2 millió kilogramm gyümölcs a cél, én nagyon bízom benne, hogy 2-3 éven belül ezt el tudjuk érni, és termékként, nem csak friss gyümölcsként, pálinkaként, és más jellegű termékeként is a piacon el tudjuk helyezni. Dolgoznak termékbővítésen is? Hát ahogy említettem, a 19 terméknek az arculati megalkotása folyik, igazából ennek az egész marketingét valahogy össze kell fűznöm, vagy fűzni, hogy ez egy egységes képet mutasson. A fürtös régió az bejegyzésre került Újfehértó, Érpatak és a Zsindelyes tanya közigazgatás területe.
Ausztriában láttam egyszer Burgenlandban, vagy Ausztriában egy területet, ahol a kökénynek 12 település fogott össze, valahol pálinkát, vagy pontosabban párlatot állítottak elő, valahol ékszert készítettek belőle, és minden település más-más terméket készített a kökénynek a különböző hozzátok, vagy a alkotó részeiből, és egyrészt gazdaságilag megéltek belőle, másrészt turisztikai attrakció lett belőle. Én hiszek benne, hogy a Fürtös megy is erre az útra van. Erre a sikerre van itt. Ilyen tapasztalatok, ilyen mértékű összefogásra itt Magyarországon? Ezen a területen? Én nagyon bízom benne, vagy én azt gondolom, hogy a Újfértől, meg akikkel mi termelőkkel kapcsolatban vagyunk, a kutatóállomás, illetve a, hát szerencsés helyzet vagyok, mert Zsindelyes Tanyán egyrészt a családomnak a tagjai termesztik ezt, én azt gondolom, hogy ennek komoly esélye van. Én ezen dolgozom most már 20. éve ezzel kapcsolatban, én remélem, hogy a sikerre van ítéltetve. Most már csak azon múlik, hogy ne csak a Covid, hanem a megy legyen valóban a főszereplő itt a következő szezonban. Köszönöm szépen, hogy mindezekről beszámolt, és még egyszer gratulálunk. Én köszönöm a lehetőséget. Egy különleges terápiás állatsimogató készült el nemrég a Nyíregyházi Arany János iskola Sóstóhegyi Szabó Lőrinc tagintézményében. Összesen 40 állat érkezik a Nyíregyházi Állatparkból, az állatsimogatót is a park felajánlásával és szakmai irányítása mellett vezetik. Az iskolában kertprogram is hozzájárul az oktatás változatosságához. Szökellő kecskék, nyuszik és különféle baromfik is vannak ebben a különleges terápiás állatsimogatóban, amelyet a Sóstóhegyi Szabó Lőrinc iskolában alakítottak ki, azzal a célra, hogy a gyermekeket a digitális világból visszahívják a természetbe, erősítve az élmény alapú oktatást. Ott jártunk, akkor megkérdeztük a tanulókat is, mit szólnak a kezdeményezéshez. Nekem a csirkék tetszenek nagyon, a baromfik. Én külön gazdát szeretnék lenni, nagyon örültem, mikor ide jöttek a csirkék, meg a baromfik. Rengeteget tanulhatok itt róluk, és úgy gondolom, hogy a gyerekeknek is jó, hogy megtanulják azt, hogy milyen farmon élni, milyen gazdaságban, milyen állatok között élni. És úgy gondolom, hogy nagyon jó benyomást tesz a viselkedésükre is, hogy az állatok itt vannak, köztük lenni jó érzés. Mi az egész osztályjal szoktunk kimenni, és akkor van olyan, hogy így nyuszit simogatunk, meg így fel lehet nyitni a tetejét, és meg lehet kis simogatni, és nagyon cuki. Az ökoiskola program keretében az állatsimogató mellett más újdonságok is lesznek az iskolában hamarosan. Két vendéget köszöntök a stúdióban, Rusznyák László, az iskola tagintézmény igazgatója, vezetője, és Révészné Petró Zsuzsa. Jól ismert arc, az a Nyíregyházi Állatpark zoopedagógusa és szóvivője egyben. Köszöntöm Önöket. Honnan jött az ötlet, igazgató úr, hogy egy ilyen állatsimogatót, és azért 40 állat nem kevés, szóval, hogy ott azért komoly előkészületekre volt szükség, hogy elhelyezzék az állatokat, hogy megfelelően tudják gondozni, szóval elég nagy fába vágták a fejszéjüket. Igen, mi a Szabó Lőrinc tagintézményben elkötelezett hívei vagyunk a ökoiskola programnak, és ezt a valódi élmény alapú oktatással szeretnék megvalósítani, és ennek egyik nagyon fontos lépcsőfoka és állomása az állatsimogató. Tavaly év októberében az állatparkkal közösen ültünk le egy egyeztetésre a Szabó Lőrinc tagintézmény támogatói körvezetőjével, Szabó Zoltánnal, és Gajdos László úrral együtt közösen, és ez a közös ötletelés eredménye volt az, hogy ebbe a formában ez megvalósulhatott. Természetesen nagyon-nagyon fontos volt, hogy a tankerület támogatását megkapjuk erre, és ezt nagyon köszönjük, hogy ezt sikerült megvalósítani. Az, hogy a gyerekek általában örülnek egy ilyen dolognak, az szinte természetes, de mit szóltak a pedagógusok? A pedagógusok számára is külön öröm volt, mivel mindenki elkötelezett ennek az egységes programnak a megvalósításában. Tehát úgy érzem, hogy igazi összefogás és egység alakult ki Sóstóhegyen, aminek több résztvevője is van. Az egyik ilyen nagyon fontos összefogó elem és tartó pillér az a pedagógusok ereje, a másik a támogatói kör és hozzá kapcsoló cégek és szülők tényleg önzetlen támogatásának nagyon-nagyon önzetlen módon való megvalósítása, és hát igazából a gyerekek, akik igazából ennek az egész élvezői lesznek. Kik gondozzák az állatokat, és honnan van pénz takarmányozásra és ellátásra? Ez egy fontos kérdés, mert ez mindig, ugye az állatoknak enni kell. Szilveszterkor, karácsonykor mindig.
De hál' Istennek most nem ezzel van a probléma, hogy kiérteti meg őket, mert nagyon-nagyon nagy a lelkesedés. A Szabó Lőrinc tagintézményhez kapcsolódó támogatói kör, amit szintén mi az iskola vezetésével októberben hoztunk létre, nagyon lelkesen támogatja és végzi ezeket a feladatokat. Ugyanígy kapjuk a takarmány hozzájárulásokat is, úgyhogy már egész évre való takarmány van, több cég felajánlása. A legfontosabb talán, hogyha megemlíthetném, az Ivanics Farbnak a felajánlása, hogy egész évre biztosítják a szállás takarmányt részünkre. Gondolom, hogy azért ez nem kevés felkészülést igényelt, és azt, ahogy én tudom, az állatpark szakemberei ebben azért komoly segítséget nyújtottak. Így van, tehát ahogy kiteljesedett, hogy októbertől lesz egy ilyen állatsimogató, mi soha nem vagyunk semmi jónak az elrontója, eljöttek hozzánk, nagyon nagy lelkesedéssel a pedagógusok, és tartástechnológiai ismereteket sajátítottak el nálunk, illetve egyeztettünk arról, hogy egy-egy állatfajtának milyen külső-belső hely, milyen takarmányra van szükségük, hiszen valóban egy nagyon csinos kis állatsimogató lett kialakítva. A fajokat is úgy választottuk, a fajtákat is úgy választottuk, hogy viszonylag könnyen tartható legyen, akár gyerekek által is gondozhatóak legyenek, és rengeteg pozitív élményt szolgáljanak majd a gyerkőcöknek, és akik meglátogatják majd az állatcsimogatót, azt is. Ugye szóban került már, hogy 40 állatot adtunk oda, például kukáért pávagalambokat, kacogógerléket, de nagyon sokféle baromfit is, illetve ha az emlősöket említem, akkor kameruni törpekecskék jöttek, tavasszal remélhetően gitákkal is bővülni fog majd az állatsimogató, és kameruni juh is érkezett hozzánk, és bevallom őszintén, én anyuka vagyok, aki minden nap oda megy a gyerkőcér, és mindig csillogó szempár fogad engem is. Ez egy élő kapcsolat az állatpark és az iskola között, tehát az oktatási tevékenységben is részt vesz az állatpark, vagy csak az állatok fenntartásában, vagy gondozásában segít. Példaértékű, amit most megvalósítottak, hiszen én jó magam 20 év vagyok zoopedagógus a nyíregyházi állatparkban. Nekem az a tapasztalatom, hogyha eljön hozzánk egy gyermekcsoport, hogy valljuk be az oroszlánról, zsiráfról, vagy tigrisről, vadállatokról sokkal több információt tudnak, mert a digitális, izgalmasabb digitális világban is több információt lehet róluk hallani, és valóban a tankönyvekből ismerik csak például a házi juhot, kecskét, nem tudják, mi a különbség a kacsa vagy a liba között is, és ez kiváló alkalom lesz arra, hogy tényleg tapasztalatok alapján jussanak el a megfelelő ismeretekhez a gyerkőcök. Nem beszélve a felelős állattartásról, hogyha ők is részt vesznek a kisállatok gondozásában, és később esetleg saját házi kedvencet szeretnének, akkor komolyan elgondolkoznak, hogy valóban tudja napi szinten etetni vagy takarítani a leendő kis kedvencet. Látják, hogy ez pontosan mivel jár. Zoopedagógusként tudnak-e segítséget adni a tanároknak abban, hogy hogyan tudják ezt az oktatás részévé tenni, illetve hasznosítani, hogy ott van egy ilyen lehetőség? Így van, már az információs táblák alakításában együtt ötleteltünk a tanítókkal. Nagyon-nagyon jó kis felkészült pedagógus gárda van, nagyon lelkesek, nagyon komoly szakmai tudással rendelkeznek, és együtt találtuk ki már a leendő információs eszközöket is, hogyan lehet itt a kis simogató mellett is órákat tartani majd, de nem ért véget a kapcsolat, ez egy hosszú távú kapcsolat lesz, hiszen már szeptemberben volt egy pedagógus továbbképzésünk, és most tavasszal szeretnénk folytatni ezt. Milyen hosszú távú hatásai lehetnek a gyerekekre ezeknek a kezdeményezéseknek? Akár az ósuli kapcsán is van erre tapasztalat, hogy hogyan viszonyulnak, vagy megváltozik a gyerekek viszonyulása egyáltalán a természethez, az állatokhoz, hogyha ilyen közelségbe kerülnek. Mindenképpen, talán most korunk legnagyobb problémája a digitális világ, tehát az én gyermekem is 11 éves, nagyon nehéz küzdelem árán lehet kiszedni igazából a digitális valóságból őket, és ez a simogató is kézzelfogható, nagyon komoly élményszerű tapasztalatokhoz fogja őket nyújtani. Nem beszélve arról, hogy valljuk be, főleg, hogyha szőrös kisállatokról van szó, akkor nagyon komoly megnyugtatást okoz, és így van, szorongást is enyhíti, és nagyon sok olyan gyerkőccel beszélgettem korábban is, akik zárkózottabbak, hogyha egy nyuszi van a kezébe és simogatja közben, sokkal hamarabb megnyílnak. És ha ketten is vannak a nyuszi mellett, így akkor van. Könnyebben megindul a kommunikáció. Mi az, amit ebből tapasztalnak már az iskolában, igazgató úr? Igen, hát már az első tapasztalatok már megvannak, látjuk, hogy milyen irányba kell tovább lépnünk, és hogy mik azok a pozitív hatások, amik az első pillanatoktól kezdve jelentkeztek. Ez az élmény alapú oktatásnak ez egy nagyon fontos első lépései, ez egy új innováció lett az egész oktatáson belül, tehát egy nagyon komoly programot fogunk erre, mesterprogramot kidolgozni.
De az első legfontosabb mostán, amit látunk, az, hogy ezek az élményetetéseket nagyon-nagyon nagy szeretettel végzik a gyerekek. Amikor az állatok a gyerekek kezéből lesznek, az egy nagyon-nagyon fantasztikus, különleges élmény. És az áthatja az idegrendszerüket, áthatja a lelki világukat, és ez az egész napjukra pozitívan kiragyog. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szép dolog. Amellett azt gondolom, hogy nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a természettudományi ismereteket is versenyszinten tudjuk művelni. Tehát mi voltunk, utána jártunk, néztünk ökoiskolákat, és azt látjuk, aki hamarabb kezdte, és már igaz, hogy csak növényekkel foglalkozott, de nagyon jó eredményeket tudnak felmutatni országos szinten is természettudományos versenyeken. Tehát a terápiás jelleg mellett nagyon fontos, hogy a tudományos ismeretszerzést is kibővítsük, és megszerettessük az állatokat a gyerekekkel. És hát emellett azért, bár itt még kicsi gyerekekről van szó, de egészen elképesztő volt, ahogy ez a kisgyerek nyilatkozott arról, hogy ő hogyan képzeli a saját jövőjét. Tehát valahol a pályaorientációt is segíti, hogyha ilyen szinten látnak bele bizonyos foglalkozásokba. Abszolút, teljes mértékben. Tehát biztos, hogy kihat rájuk az egész felnőtt korukra, ki fog hatni, és azt szeretnénk itt Sóstóhegyen elérni, hogy tényleg olyan felnőttek, akik szeretik az állatvilágot, a természetvédelmet, és maga az egészségtudatosságba is előre tudjanak lépni. Tehát én azt gondolom, hogy ez több szinten kihat. A jó szokásokat kiskorban kell kialakítani. Ilyen próbálunk már 16-17 éves, 18 éves korban olyan szokásrendszereket beépíteni, azok már nem lesznek sikeresek. Ilyenkor azt látjuk az alsó tagozatban, mint a szivacs, szippantanak minden magukban. Lelkesebbek, nyitottabbak, érdeklődőbbek. Igen. Ha kicsit várunk vele, akkor ez a munkakedvez, azt tapasztaljuk szülőként, hogy valahol elsikkad. Úgyhogy ez egy, azt gondolom, nagyon jó. Igen. Kezdeményezés. Amennyire én tudom, nem csak ebben, hanem kertészetben is gondolkodnak. Igen. De szeretnénk kiteljesíteni az ökoiskola programot egy igazi ökokerttel, egy fűszernövénykerttel, és hogy ehhez kapcsolódóan lenne egy üveg és egy növényházunk is. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy így lesz igazi kis gyöngyszem ez a Sóstóhegyi iskola, hogyha ez így egyben így megvalósul. Természetesen azért ezek az öko és a természettudományos tudás mellé ezért szeretnénk megerősíteni a kognitív programjainkat is, így ebben nagyon fontos lesz az angol nyelv, de egy kreatív labort és egy szeretnénk létrehozni, és a zenébe is nagyon szeretnénk egy kicsit bekapcsolódni, igaz, hogy még egyelőre csak szakkör jellege. Visszatérve inkább ez a illóolaj növénykertre, szeretnénk, hogyha az iskolának lenne egy fő növénye. Tehát egy fő fontos olyan gyógynövénye, amire épülhetnek programok, ez a levendula a tervünk szerint. Ez lenne a levendula vásárokat tudunk rendezni, bemutatjuk a levendulát. Mivel a mi iskolánk összekapcsolódik egy közművelési szintérrel, ugye itt van a Sóstóhegyi közművelési szintér, ez generációkat köthet össze, és ezeken a nyílt napokon, ezeken a tavaszi, őszi vásárokon és nyílt napon be tudjuk mutatni a levendulának minden formáját, ami kimondottan egy ilyen csalogató lesz. Igyet érvégül már is nagyon számára, a levendula virágzását. Köszönöm szépen, hogy befáradtak a stúdióba. Kedves nézőink, ez volt a 35 perc című műsorunk. Legközelebb szerdán ugyanebben az időben várjuk Önöket a képernyők elé. Ebben beszámolunk a Nyíregyházi Egészségügyi Alapellátás legújabb fejlesztéséről, és szó lesz a hazai termékeket népszerűsítő kampányról, akár csak a Józsa András Múzeumban jelenleg zajló tudományos munkáról és az előkészítés alatt álló kiállításokról. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!